Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A sors kereke. Mi változik a sors utadon, azt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a kirakást, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. A mai napon a hold csomók változtatják a helyzetet. Eddig a felfele mozgó kármikus csomó Ráhu a bika jegyében volt, és a mai naptól a kos jegyében mozog több, mint másfél évig. Ráhu, ez a felfele mozgó kármikus csomó utal egy új életterületre, egy új irányra, és a kos jegye szimbolizál egy új kezdetet. A lefele mozgó kármikus csomó kétú, ami jelenti az érzelmeket, a múltat, emlékeket, elbúcsúzott a skorpión jegyétől, és a mai naptól kezdve a mérleg jegyében mozog több, mint másfél évig. És itt lesznek kármikus témák, ami a mérleg jegyét jellemzi. A belső egyensúly, a béke, a harmónia, a szerelem, hiszen a mérleg jegye szimbolizálja a szerelmet. És most megtekintjük ezt a kirakást, mit közölnek a kártyák. Itt ez a kép középen jelenti a te jelenlegi helyzetedet. Még van egy kis húzavona. Nem tudod, hogyan tovább. Fogva érzed magadat. Úgy gondolod, hogy nem tudsz jelenleg cselekedni. Nem is akarsz odafigyelni az eseményekre, hiszen a szemed be van itt kötve. Tehát tekints befele, és érezd ezt a belső hangot, hogyan tovább. És gondolj arra, hogy mit közöl a te intuíciód, vagy mi az inspiráció, hogy képzeled el a jövőt. És szimbolikusan vedd kezedbe egy kardot, és vágd el ezt a köteléket, ami téged itt fogva tart. Szabadulj fel bizonyos helyzetből, vagy tedd át magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. És nyisd ki a szemedet, tekints abba az irányba, amit szeretnél elérni, legyenek célok. Ez a kép itt arra utal, hogy mi az isteni üzenet. Mit tervez a jó Isten veled kapcsolatban, vagy hogy hatnak rád az angyalok. Itt van egy üzenet számodra. Vedd kezedbe ezt az arany érmét. Figyelj oda rá! Ez lehet az anyagiakat illetően, a munkádat illetően, hogy ez a fontos, amire oda kellene figyelni. De ez az arany érem jelenti az értékeket is, a belső értékeket. Figyelj oda arra, hogy mi értékes számodra. Te légy a saját értékeiddel is tudatában. Itt megvan nálad a tehetség, lehet egy munkahelyi új kezdet, legyen meg ez a bizalom, hiszen megkapod ezt az arany érmét, mint egy ajándékot. És akkor itt kivirágzik valami. Mi az, amit te tervezel, azt itt ez a kártya mutatja. Itt ez a trón azt jelenti, hogy el akarod foglalni a helyedet az életben. A munkát illetően, a lakhelyet illetően, a családi kapcsolatokat illetően, vagy a szerelmet illetően.
Itt van fölötted ez a csillag, ami azt jelenti, hogy itt megvan a bizalom, és ez lehet a te gondolatod is, az asztrológia, vagy egy spirituális terület, mert úgy érzed, ez a te hivatásod, és itt megvan a gabona, tehát itt lesz növekedés és nyereség. A következő kártyán az látható, hogy mi változik nálad. Itt látható egy király, ez lehet a te tartásod, de lehet egy férfi is, és ez a férfi fontos döntéseket fog hozni a közeljövőben. Azon kívül ez a kart, az jelenti a levegő elemét, és ez nem csak a döntésekre utal, hanem a kommunikációra, tehát ez a férfi beszélni akar veled. És mi következik? A közeljövőt, itt ez a kártya mutatja, itt lesz egy irányváltozás. Ez lehet egy közös jövőnek a kezdete. A hatos szám az utal a múltra. Az jelentheti azt, hogy valaki gondol rád, vagy visszatér a múltból. Vagy vannak ilyen emlékek, tehát valami olyan romantikus, a nosztalgikus. És a következő kártya az jelenti a titkokat. Itt egy férfi közeledik hozzád. A kezében van ez a bot, és az utal a tűz elemére. Jelenti az ő bátorságát, a lelkesedést, de a testi kapcsolatot is. Tehát ilyen szándékokkal közeledik hozzád. Lehet, hogy ez a férfi ugyanaz, mint itt ez a király, de lehet egy másik férfi is. Az érzelmeidre ez a kártya utal. Vedd kezedbe ezt a kelyhet, figyelj oda rá. Ez a kelyhely szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, amit még jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy az intuíciódat. Itt melletted ott van ez a két kelyhely, ez jelenti a párkapcsolatot, téged és őt, és figyelj oda arra, hogyan alakulnak a dolgok, hiszen itt lesz egy új irány számotokra. Itt megvan ez a lehetőség, ugyanúgy, mint ahogy itt is látható. Egy más irányba fordul a dolog, ami a szerelmet illeti. Milyen meglepetés ér téged? Itt ez a kártya megadja rá a választ. A négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos mindkettőtök számára a biztonság érzete. De itt valami fogva tart benneteket, ugyanúgy, mint itt is látható, ez egy szűkös helyzet, vagy félelmek, bizonytalanságok, de ahogy itt a kelyhek utalnak arra, hogy együtt lesztek, itt látható már ez az öröm, tehát lesz találkozás, lesznek tervek, és közösen kiléptek ebből a szűkös helyzetből, vagy a bizonytalanságokból. A jövőt itt ez a kártya mutatja, itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, a vágyakat, az álmokat, a reményeket, és ha te egy hölgy vagy, itt megjelensz az ő álmaiban, az ő elképzeléseiben, ami téged illet, minden kehely jelent egy álmot. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszel ebben, akkor nem tud megvalósulni. És a mai napon van egy Neptun hatás, és Neptun bolygó szintén az álmokra utal. Ma Neptun bolygó és Jupiter bolygó együtt hat. És Jupiter bolygó segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!